A Párbeszéd Magyarországért vasárnapi kongresszusán elfogadták azt a megállapodást, amellyel közös listát indítanak a Magyar Szocialista Párttal az európai parlamenti választásokon. A kampányt megkezdték, ennek apropóján járt városunkban dr. Tóth Bertalan, az MSZP elnöke, és Komjáti Imre, a párt alelnöke. A Váci utcai kisposta előtt gyűjtötték a támogatói aláírásokat. A pártelnök ismertette a Haza szeretett Európa elnevezésű programjukat, amellyel az úgynevezett szociális Európát képviselnék. Minél több közös szabályozást javasolnak a szociális ellátások tekintetében. Mi arra törekszünk, hogy minél több Európa párti képviselő legyen az Európai Parlamentben, hogy ez a folyamat tovább tudjon menni azon az úton, ahol elindult, és amelynek a végén arról van szó, hogy ha már bérben nem tudnak egyenlő feltételeket biztosítani az Európában dolgozó embereknek, legalább jogaikban legyenek egyenlők, és természetesen zárkózzanak föl a bérek Magyarországon is az európai szinthez. A párt a kampány során aláírásokat gyűjt, az elkövetkezendő időszakban többször is kitelepülnek majd standjaiknál a városban.